én előadásom címe háromszoros védelem. Miért háromszoros védelem? Gyakorlatilag egy összefüggő védelmi rendszert, információvédelmi rendszert alakítottunk ki egy ügyfelünknél, amelynek egy része volt a DLP, de amint majd a prezentációban látszik, itt a DLP mellett a klasszikus web és e-mail szűrés is integráltan megvalósításra került. Először egy pár szót szólnék az informatikai versus információ biztonságról. Ne keveredjen ez a két fogalom itt a fejekben. Jó ezt már most tisztába tenni. Úgy gondolom, hogy ez alapja minden egyes, akár egy DLP, akár hasonló információbiztonsági projekt megközelítésének. Ugye a klasszikusan mi az informatikai biztonság, ugye ami nem összekeverendő az információbiztonság, az informatikai rendszereinknek a védelme. Nagyon sokáig leginkább ebben gondolkodtunk, ami egyben jelenti bizonyos szempontból az információs vagyonnak, információ vagyonnak a védelmét is, de ugye nem minden rendszerben. Nem mondom, hogy öncélú az informatikai rendszerek védelme, de magát az igazi értéket, az igazi vagyont, az információt, ezt nem feltétlenül képes egyedül megvédeni. Ugye itt az előző előadás is a Checkpoint tollából inkább informatikai védelemre vonatkozott, ezért is tartom fontosnak ezt kiemelni. Az információbiztonság esetében ugye a védelem tárgya nem maga az informatikai rendszer, hanem maga az információ. Az információ elhelyezkedhet, ugye több helyen is elhelyezkedhet információ, papír alapú információkat, adott esetben meghatározó kulcsemberek fejében lévő információkat, és nem utolsó sorban az előző pontban is említett informatikai rendszerekben tárolt információkat is védenünk kell valahogyan, és az informatikai rendszerekben tárolt információ védelme az információbiztonság. Ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Mi magunk is egy infrastruktúra irányból jövő rendszerintegrátor cég vagyunk, és az informatikai biztonság mellett fokozatosan lépünk át arra a talajra, ami ennek kiegészítője, komplementere, már a 2015-ben külön nem is nagyon lehet értelmezni, de mégis egyfajta más megközelítést igényel, egy kevésbé IT, inkább üzleti folyamatú biztonsági megközelítést igényel ez a dolog. A sikeres projekt. Most mondhatom azt, hogy sikeres projektről fogok beszélni, ez ügyfél visszajelzés is alapján is így tudom apostrofálni. Ugye minden egyes projektet le tudunk képezni az életből vett más példákból, és nekem volt szerencsém a hétvégén egy kedves Banzájon nevezzük így részt venni, egy lecsófőző fesztiválon, ahol a kis csapatommal a harmadik helyet sikerült elérnünk, 25 induló csapatból, felhívom a figyelmet, elsőként csináltunk ilyet, és mégis előkelő helyen vettünk részt, ami, köszönöm, külön érdekessége egyébként, hogy egy ilyen kis szubkultúrában is egy délelőtt alatt 4-5 olyan szakmai berkekből ismert emberrel találkoztam, amit nem is gondoltam volna, hogy hasonló stílusú kikapcsolódást keresnek, és ezen párhuzam folytán próbálom, gyakorlatilag hasonlóképpen készítünk el egy ételt is, mint akár egy sikeres projektnek megyünk bele. Mi volt ennél a sikeres projektnél is a hozzávaló? Először is kell az ügyfél. Ügyfél nélkül a projekt ugye öncélú, hogyha nincsen mit megvalósítanunk, és nincsen milyen üzleti igényeket előgítsünk ki. Az ügyfélnél csak egy jobb dolog létezik ugye a rendszerintegrátor szemében, az igényes ügyfél, ahol gyakorlatilag tudunk szép szakmai megoldásokról beszélni. Nem azt mondom, hogy a pénz nem számít, de gyakorlatilag tudunk olyan jövőbemutató és átfogó technológiákról beszélni, amikkel érdemes dolgozni, amit utána tényleg sikeres projektként tudunk felmutatni. Kell mindenféleképpen valamiféle technológia, amivel megvalósítjuk a céljainkat. Praktikus, hogy egy piacvezető már bevált technológiára támaszkodni. Nagyon sokan nem szeretnek úttörők lenni valamiben, mert a beváltság, a dobozos termékként való kezelhetőség az azért egy kiszámítható életet ad a projektnek és felhasználóinak. Kell valaki, aki szakértő. Hogyha egy cég önmaga akarja ezeket a projekteket végigvinni, hiányzik belőle az általános termék, illetve technológia tapasztalat, sokszor kerülhet buktatókba, illetve felelősségileg is, és időzítések is sokkal könnyebb ezt a specializált szakértő céggel megcsináltatni. Illetve, ami különösképpen az információbiztonsági projektekre jellemző, hogy sokkal nagyobb a
a projekt csapatnak a motivációja sokkal inkább céltudatosan megy, hogyha egyfajta szabályzási környezet is rá van kényszerítve a projektre, de leginkább az ügyfél oldalra. Beszélhetünk itt belső szabályzókról, külső szabályzókról, törvényekről, amik ilyen vagy olyan iparági szegmensekben vonatkoznak cégekre. Ugye itt a másik előadateremben a 2013 50. törvényt taglalták éppen, tehát meg annyi külső és belső szabályzó van, ami az információ biztonságra vonatkozik, és utalok vissza a legelső szlájdra, ezek közel sem az informatikai biztonságra, hanem az információ biztonságra vonatkoznak, aminek egy megvalósítási lépése lehet az informatikai eszközök védelme. Ha megvannak a hozzávalók, ugye ezeket gondosan összeválogatva elő kell készíteni. Minden projektnek vannak különböző szakaszai, és főleg a hosszú távú, folyamatos finomhangolást igénylő projektek, mint egy tartalomszűrés, DLP, stb. Ezeknek mind-mind van utóélete, és gyakorlatilag ez egy nagy üzemeltetési igényű, soha vissza nem térő folyamat, hogy ezt a biztonsági szintet, amit viszonylag gyorsan a projekt során elérek, ezt fenntartsam, vagy apró lépésekkel, de mégis tovább tudjam fejleszteni. Ügyfelünk, bár valós történetet mesélek itt el, neve elhallgatását kérte. Miért tette ezt? Senki nem szereti azt, hogyha Premier Plánba, akár egy ilyen szűkebb szakmai közönség előtt is, ugye felvétel is készül, a biztonsági védelmének egyes részleteit kijátszák. Onnantól, hogyha tudom, melyik ügyférről van szó, most szó lesz arról, hogy milyen technológia, már könnyebben tudok célzott támadásokat indítani, stb. Erről nagyon sok szó van a mai napon több előadásokban is. Úgyhogy valós paraméterekkel, valós információkkal, de ügyfél elmaszkolásával fog történni ez a projekt ismertetés. Ügyfelünk magyarországi nagyvállalat, több ezer felhasználóval rendelkezik. A több ezer felhasználó az több száz fiókirodában kap helyet Magyarország területén. A központ, mint nagyon sok cégnek Magyarországon, itt van Budapesten. Ami még érdekes, és adott esetben későbbi tovább lépést is rejt magában, hogy jelen pillanatban az ügyfél az üzletmenetéből folyólag kifelé legtöbbnyire asztali, nem hordozható számítógépekkel rendelkezik. Ami még fontos volt a projekt során, hogy erős, nagyon erős Microsoft installált bázissal álltunk szemben az ügyfélnél, amit ki tudtunk használni az általunk szállított technológiai implementálásakor, és a következő évekre is muníciót ad, hogy hogyan tudjuk ezt a rendszert továbbfejleszteni. És mi volt az eredeti igény? És majd látszik, hogy egy projekt az élete során változik, és jönnek a körülmények során jönnek elő újabb és újabb igények, amit ideális esetben a projekt le tud szállítani, ki tud elégíteni. Ezt a projektet adatszivárgás elleni védelemmel és webfilter kiváltással kezdtük meg, és ebből fejlődött ki egy teljes háromszoros védelemmel rendelkező biztonsági projektként. Technológia kiválasztása. Most itt feldobtam három Gartner elemzést. Ugye a Gartner elemzés jellemzően azért, ha nem is teljességen meghatározó, de egyfajta iránymutatást szokott adni a technológiák kiválasztásánál. Ez egy viszonylag bevált mérési módszer, szeretjük használni, erre hivatkozni, stb. Maguk a technológiát gyártó partnerek is törekszenek rá, hogy itt minél előkelőbb helyre kerüljenek, mert látjuk, hogy ez azért befolyásolja a piac döntését. Az a technológia, amit mi választottunk ennek a hármas védelmi vonalak a felépítésére, az az általuk képviselt technológiákban mindegyiknél a Gartner elemzés előkelő helyén szerepel, és nem csak ebben az évben, hanem az elmúlt években sorozatosan mindenhol ott tartózkodik. Sajnálom, hogy ennyire nem látszik ez az ábra most. Gyakorlatilag, amit látunk, az egy Secure Web Gateway, Webfilter Gartner, ugyanez e-mail gateway-re és a DLP-re. Az a technológia, az a gyártó, akit választottunk ennek a kihívás leküzdésére, az nem más, mint a WebSense portfóliója, ahol megtaláltuk azt a megoldást, amely egyesével is,
minden egyes igényt kiválóan lefed az ügyfélnél, és összességében pedig még többet ad, mint hogyha három terméket vezetnénk be. Tehát itt a 3x1 = 4 tipikus esetével állunk szemben, tehát tényleg többet kapunk, mint hogyha csak önállóan egyes gyártók elemeit vezetnénk be. Mik ezek, amik bevezetésre kerültek? Értelemszerűen az AP web, mint webszűrés, ugyanez e-mailre, az AP data, mint a DLP része, illetve ennek az endpoint kiterjesztése. Az endpoint kiterjesztésnek meg mindenféle vonzatát viszont láthattuk ebben a projektben. Kicsit bővebben a technológiáról, és ahogyan az előző szlájdokon mondtam a hozzávalók, hogy jó projekthez, tehát beszéltem az ügyfélről, a technológiáról fogok most, majd utána egy kicsit saját magunkról, és végül a projektről. Mondhatnánk azt is, hogy egyik webfilter olyan, mint a másik, ugye, ha visszamennék, és ha jól emlékszem, akkor a bal felső sarok a webfilteres Gartner. Hát a jobb felső sarokban is legalább ugye három versenyző van, még ha egyet talán ki is takar a DLP-s, de azért elég sok van, és ezek a nagy nevek megtalálhatók itthon Magyarországon is. Ember legyen a talpán, aki ezek közül megtalálja a legjobbat általánosságban. Adott esetben, adott ügyféligényre konkrét projekt kapcsán lehet kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást. Ez történt most is. Általános webfilter tulajdonságok, amiben úgy érezzük, hogy erős, talán erősebb a piaci mezőnynél a WebSense megoldása. Értelemszerűen van egy lokális adatbázis a több millió URL-el, melyek kezelésében, a policy kialakításában erre tudunk támaszkodni. Folyamatosan frissülő lista, ugye nincsen URL filter gyártói előfizetés nélkül, ezt mindannyian tudjuk, akár konkrét céleszközről van szó, akár egy UTM jellegű megoldásról, mindenféleképpen a folyamatosan frissülő gyártói adatbázis az egyik kulcsa az URL filter megoldásoknak. És szintén ami fontos, hogy amellett, hogy mi ezt lokálisan is tudjuk kezelni és hozzáadni, elvenni belőle, amellett ugye a gyártók lehetőséget adnak arra, hogy ezt az adatbázist feléjük jelezve ezt tudjuk frissíteni, adott esetben helyi sajátosságokat, magyar sajátosságokat hozzárakni, elvenni belőle. Erre a WebSense is lehetőséget ad. Aztán, ami még érdekes, inkább a sok erőssége van ennek a megoldásnak, az unikumokat szeretném elsősorban kiemelni. Ugye itt a kikényszerítés az fontos volt ebben az esetben is, ami URL kategóriákat is jelent, ahol blokkolni tudunk, megerősítést kérni, ezzel egy kicsit oktatni és biztonságtudatossá nevelni a felhasználót. Ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy az általánosságban, az információvédelmi hittérítésben, hogy oktassuk a felhasználót. Illetve még ami fontos, ugye, jelen pillanatban ugye az internet sávszélességeket most már nem mérik olyan drágán, de régen igenis nagyon fontos volt a kvóta használat, most is ez egyes szervezetekben és jelen esetben is ez megtalálható. A SSL Inspection, ez egy fontos tulajdonsága volt ennek a terméknek, már csak azért is, mert következő szlájdon beszélek róla, tehát a webfilter esetében egyfajta kiváltásról beszélünk, és itt még csak szó sem érhetné a ház elejét, hogy itt valamely terméket én most itt rossz fényben tüntetem fel, hiszen a Microsoft TMG került kiváltásra, amiről mindannyian tudjuk, hogy azt tudja, amit tud, és olyan éles stádiumban van, amilyenben van. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen end-of-life termék kiváltásánál alapvetően elvárható, hogy minden egyes új termék, ami bevezetésre kerülhet, csak többet tudhat a kiváltandó terméknél. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, az a valós idejű monitorozás. Ez erős igény volt az ügyfélnél, és ez a termék rendelkezik ebben unikális dolgokkal. Illetve ami nagyon fontos, és itt köszön vissza az, hogy 3x1 = 4 jelen esetben, hogy a minden egyes bevezetett komponens erős natív integrálása az további előnyöket ad az ügyfélnek. Az egy menedzsmentből való kezelés, a szabályrendszerek összehangoltsága, stb. Ezek mind olyanok, amelyeket nem csak, hogy ha különálló termékekből, különálló gyártók termékeiből valósítjuk meg, nem tudjuk elérni, de a tapasztalatunk és ismereteink alapján az egyes gyártóknak, még hogyha van is megoldása mind a három kihívásra, akkor sem rendelkezik ilyen mélységű integráltsággal, ahol a web és az e-mail szűrést, valamint az ezeken is alapuló adatszivárgás elleni védelmet ennyire integráltan tudjuk kezelni. Ugyanez e-mailben,
értelemszerűen ugyanazt a saját fejlesztési motort használja, mint a WebSense-nek a többi terméke. A kezelhetősége az ügyfél visszajelzése alapján is messze előrébb van, mint a versenytársaké. A real-time monitorról beszéltem. Ami fontosnak éreztünk, és megint csak unikum ennél a terméknél, az image analízis, amikor gyakorlatilag ugye az e-mailben küldött képekre is kép alakzat alapján tudunk szűrni egy e-mailben, e-mail mellékletén elküldött pisztolyfotót például meg tudunk fogni, vagy hasonló ilyen dolgokat tudunk elképzelni. Ugyanúgy a natív integráció, ez egy nagyon fontos dolog, és ugyanez az adatszivárgás elleni védelemre értelemszerűen integrált, és ami még itt nagyon fontos, és ez megint csak a helyi sajátosságokra vezethető vissza, nagyon széles körű a támogatása különböző operációs rendszerekre, Windows, Linux, macOS, gyakorlatilag minden, ami az ügyfélnél előfordult, az támogatott a termék által. Ami még érdekes, megint csak vannak olyan gyártók, akik rendelkeznek OCR funkcionalitással, de adott esetben licenszelésileg más, stb. Ez is ennek a terméknek az elhatározott előnye, hogy a karakter felismerés az nagyon magas fokon működik benne, és licenszelésileg is egy elérhető történet. A termék bemutatások után egy pár szót szólnék azért csak magunkról is, hiszen mint az hozzávalóknál felsoroltam, ugye az igényes ügyfél a piacvezető technológia mellett kell valaki, aki ezt összerakja, és itt jövünk mi a képbe. Az SNT csoport egy 19 országban jelenlévő regionális multi, így szoktuk magunkat jellemezni. Regionálisan, ugye leginkább Ausztriától keletre vagyunk jelen, 2200 munkavállalóval csoportszinten. 2014-ben 350 millió euró volt a forgalmunk, idén azért ezen egy 15-20%-os növekedés biztosan látszani fog. Ezen belül maga az SNT Magyarország egy közepes méretű cégnek, mondható 120 munkavállalójával, 7,6 milliárdos forgalmával, ez idén megint csak, hogy nem növekedésnek nézünk elébe. És ha még mélyebbre ásunk, a konkrét kollégák, akik információbiztonsággal, informatikai biztonsággal dolgoznak, ez egy 16 fő szakértői csapatot jelent, nagyon sok technológiához köthető és technológiához nem köthető informatikai vagy IT-biztonsági minősítéssel is. És ami kifejezetten a projekthez kapcsolódik, hogy WebSense Platinum partnerként megfelelő kapacitással, kompetenciával rendelkeztünk, és a gyártói támogatást is bírtuk úgy, hogy zökkenőmentesen sikerüljen egy ilyen bevezetést végigvinni. Összességében azt valljuk magunkról, hogy Magyarország meghatározó informatikai, információbiztonsági szakértő cége vagyunk. Jelen pillanatban is ugye akár itt az ITBN-en is 4-5 éve stabil támogatók vagyunk, és valljuk azt, hogy ilyen cégméretben, ilyen ügyfélszettel nem sok versenytársunk akad a magyar piacon. Menjünk egy kicsit a megvalósított funkciókra, és hogy mi is volt a projekt terjedelme. Ugye először is a meglévő webszűrésnek a kiváltása volt az egyik feladat, ahol ugye az SSL bontást a TMG azt nem tudja magáénak. Más, ugye következő kérdés, hogy end of life, end of supportos a TMG, gyakorlatilag ez egy erős időnyomást helyez az ügyfélre, és nem csak erre az ügyfélre, hanem általában mindenkire, hogyha ilyen terméket használ, hogy a váltásban hamarosan gondolkodjon. Illetve összefüggésben az end of supportjával is, azért a tartalomszűrő adatbázis az nem áll a helyzet magaslatán a TMG-nél. Míg a webszűrés az egy kiváltó projekt volt, az adatszivárgás meghonosítása az teljesen zöldmezős volt ebben az esetben, ahol gyakorlatilag a DLP mindhárom vertikumát végigvittük a hálózaton lévő, a mozgásban lévő adatoknál, a végponton lévő adatokon keresztül, a pihenő állapotban lévő adatoknál is, tehát egy adatfeltérképezést is magában tartalmazott a projekt. És én itt bónusz trackként éltem meg, gyakorlatilag amikor a projektbe belevágtunk, akkor csak a webszűrés és a DLP volt a szkópja a projektnek, és ezért mondom azt, hogy minden projekt magában hordozza a változás lehetőségét, és borítékolva van, hogyha egyes
jó ötletekre rábukkanunk útközben, akkor azt ne hagyjuk elmenni magunk mellett. Így az első pillanatban az e-mail szűrőnek, az ügyfélnél az e-mail szűrő lecserélése nem volt a projekt terjedelmében, de köszönhetően mind a gyártó licenszelésének, mind meg annak az átfogó technológiai lehetőségnek, amikor is szorosan integrálva működik együtt a DLP, a webszűrés és az e-mail szűrés, gyakorlatilag ezeknek a technológiai és kereskedelmi hatásoknak az együttesére döntött úgy az ügyfél, hogy az egyébként jól funkcionáló és jól kezelhető, üzemeltethető e-mail szűrés is lecserélésre kerül, hogy összességében nagyobb védelmi szintet és kedvezőbb TCO-val érjen az ügyfél, mint hogyha csak a két funkció kerül bevezetésre. Ami nagyon fontos ebben az esetben is, és meglátásunk szerint általában, lehet Gartner ábrák alapján, lehet PDF datasheetek alapján dönteni, de hogy megalapozottan ugorjunk be valamivel, a proof of concept az elengedhetetlen, főleg ilyen méretekben és ilyen funkciók bevezetésénél. Gyakorlatilag, amivel szembe kerültünk, és amit végigvittünk, egy DLP hangsúlyos proof of conceptet vittünk végig az ügyféllel közösen, ahol a tesztelés érdekében felállt egy külön csapat, külön szabályrendszeralkotás, megfelelően a szabályzatoknak, az elvárt működésnek, úgy az átjáró oldali, mind a végponti technológiák alkalmazására. Ez több, és volt annyira, mondhatom így bátran, volt annyira tökös, és belállt az ügyfél is, hogy nem egy terméknél, nem egy szállítónál, hanem több lehetséges megoldásnál is végigvitte a proof of conceptet, és az manapság, és az dicséretére legyen az egész projektnek, hogy 2 hónapot rászenni egy proof of conceptre, per gyártó, vagy egy kicsit átlapolva mondjuk összesen 3-at, nagyon kevés ilyennel találkozunk, de úgy gondolom, hogy az áloga annak, hogy a megfelelő megoldás a megfelelő módon legyen bevezetve abban az esetben. A proof of concept kiértékelése egy nagyon fontos dolog, ahol gyakorlatilag kicsit más szemszögből az ügyfél ugye egy adatszivárgás, elsősorban adatszivárgás elleni védelem szempontból, mi mint integrátor egyfajta architekturális szempontból értékeltük a proof of conceptet, és együtt állapodtunk meg abban, hogy hogyan megyünk tovább, milyen termékkel és milyen implementálási stílusban. Kicsit belehúzok, mert Csaba előttem elbeszélte az időt, és most rajtam csattan az ostor. Amit most látunk, jelen pillanatban egy 5 hónapos bevezetési procedúrán vagyunk túl. Ekkora méretben ilyen komplex projekt nem 5 hónapig tart bevezetni, úgyhogy ehhez hozzátartozik az, hogy 5 hónap alatt rettentő erőltetett menetben gyakorlatilag a web és az e-mail filtert készre lehet reszelni, a DLP az mindenféleképpen hosszabb utóéletet kíván, de el tudjuk azt mondani, hogy így is már ennyi idő alatt is egy ilyen bevezetéssel is hatalmasat léptünk előre az információbiztonságban, sokkal kisebb kockázatokkal megyünk szemben, és megvan az irány, hogy ezt a következő 12-24 hónapban hogyan tudjuk tovább terjeszteni. Apróbb lépések, műszaki egyeztetések, rendszertes, stb. Ami fontos, a DLP szabályok kialakítása ugye a nagykönyv szerint adatvagyon felmérés után következik. Itt ugye kétféle megközelítést tudunk alkalmazni, az egyik a valóban adatvagyon jellegű megközelítés, amikor minden információ halmazomnak van tulajdonosa, vannak tulajdonságai, stb. Ezt értelemszerűen a szervezetnek nagyon éretnek kell lennie erre, és nagyon felkészültnek. Ez jelen pillanatban nincsen teljes terjedelmében megvalósítva ebben a projektben, és a könnyebbik végénél megfogva a dolgot egy informatikai megközelítésű IT-odali DLP került bevezetés, ahol mindannyian tudjuk, hogy milyen kiterjesztések, milyen fájserek, stb. Amik figyelendők, de a mélységi adatvagyon felmérés jelen pillanatban hiányzott. E-mail tartalomszűrő, amit mondtam, itt egyik termékről mentünk át a másikra, gyakorlatilag 1-2 perc kieséssel egyik lekapcsol, másik felkapcsol, és már mehetünk is. Tehát működnek olyan technológiák, amivel a szabályrendszer, import-exporttól kezdve a zökkenőmentes váltásig mindent pikpak meg lehet csinálni. Ugye a webtartalomszűrő volt a másik, ott is gyakorlatilag, mivel
ott egy kicsit több volt, mint egy e-mail szűrő esetén, hiszen a TMG egy kicsit más állatfaj, hogy átérjünk egy más koncepciójú webszűrésre, egy kicsit több munkát igényel, de értelemszerűen végrehajtható. És amit ki akarok emelni, a projektcsapat. Tehát nagyon ritkán látni ilyen jó együttműködést ügyfél, rendszerintegrátor és gyártó között. Mindenkinek fontos volt, hogy sikeres legyen a projekt, és hogy időben kerüljön lezárásra. Pár szó tényleg a rendszer paramétereiről. Gyakorlatilag ugye itt a WebSense teljes portfólió bevezetésre került. 3 éves előfizetése az ügyfél részéről, ami jelent egy hosszú távú elkötelezettséget is, és azt, hogy ez valóban úgymond ki lesz hajtva ennek minden funkciója. Hibrid megoldásban, appliances és virtuális gépes megosztásban került bevezetésre a termék. Itt az appliances-ek mind a magas rendelkezésre állás, mind a performancia miatt szükséges volt a négy darab appliance megosztva webes, illetve e-mail forgalomra bevezetése. És kicsit belehúzva, ugye pár szó még a tapasztalatunkról. Megint csak minden információbiztonsági projektben felmerül, és itt is az adatvagyon felmérésnek a fontossága, és ennek a pontosságának a fontossága. Ezt lehet elodázni, lehet IT oldali adatvagyon felméréssel nekiindulni, de ahhoz, hogy ezt a védelmi szintet a végletekig tudjam hegyezni, ezt nem sokáig tudom tologatni magam előtt, ezt a feladatot. Ugyanakkor, tehát ezt az ügyfél szervezetén belül föl kell vállalni, és minél magasabb szinten kell kiállni a projekt mellett, mert lássuk be, minden információ vagy informatikai biztonsági fejlesztés egyfajta ügyfélkomfortérzet romlással jár. Ez különösen igaz a DLP jellegű dolgokra, ahol mindenkinek plusz feladata lesz vele, akár a kezelésben, akár a későbbi fázisokban a saját adatklasszifikáció során. Amit pozitívnak éltünk meg, és a gyártó rugalmasságát bizonyítja, itt mint minden projektben itt is voltak kezdeti problémák, de gyakorlatilag egy nagyon gyors reagálású gyártóval találtuk szembe magunkat, ahol formális és informális csatornán is nagyon hamar kaptunk megnyugtató választ az összes kérdésünkre. Egyedi architekturális sajátságok, milyen minden projektnél, minden ügyfélnél lehet ilyennel szembesülni. Itt a szokásosnál egy kicsit többet mondhatunk arról, tehát a nagyvállalati környezetben a több domén használata, a több aktív direktori használata, a Split Horizon DNS előkérülése, tehát nagyon sok minden olyan volt, ami eredetileg sem egy projektterben, sem egy proof of conceptben nem kitesztelhető és nem jön elő. Ezeket értelemszerűen kezelni kell a projekt során. Még egy szájd arról, hogy mik a továbblépési lehetőségek. Hát itt ennél a gyártónál egy-két továbblépési lehetőség ma van, de lássuk be, azért már elég jól oda tettük magunkat. Ami nagy szó, és bár az első szlájdok között mondtam, hogy leginkább helyhez kötött munkállomásokkal operál az ügyfél, de a mobileszközök térhordítása, notebook és később a valós mobileszközök, telefon, tablet az ugye előre tört. Tehát mindenféleképpen a felhő alapú megoldások integrálása az lehet a következő lépés. Erre a gyártó az lehetőséget ad, hogy ugyanaz a szabályrendszer kerüljön ki kikényszerítésre, bárhol is csatlakozom én a céges hálózathoz, illetve az internethez. Illetve a további integráció a Microsoft rendszerekkel, ez értelmeszerűen lehet a Microsoft adatklasszifikációs rendszereivel. És ami már tervezve is van, és 2016-ban valószínűleg megvalósításra kerül, az a felhasználói adatklasszifikáció, amikor az adatok már az előállítások pillanatában a felhasználó által érdemben osztályozva vannak, és ezt tudja felhasználni az adatszivárgás elleni védelem a továbbiakban, illetve a Mobile Device Management integráció, hiszen az is csak egy végpont, mint a helyhez kötött munkaállomások vagy bármi, tehát értelemszerűen arra is ki kell terjesztenem az adatszivárgás elleni védelmet. Jól belehúztam a végére. Itt külön még megköszönném Molnár Erik kollégámnak a segítséget, aki mind a projekt megvalósításban, mind a prezentáció előkészítésében segítségemre volt. Köszönöm szépen az időtöket. Bármi kérdés van, akkor állok rendelkezésre.